Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az Albafehérvár elleni vereséggel zárta az évet a Marsónyíregyháza. A tabella második helyén tölti a téli szünetet az NKS. Sikeres évet tudhat maga mögött a kisvárdai futballcsapat. 12 érmet szereztek az NVSC Big Boxing versenyzői az idei bajnokságokon. A Superliga 9. helyén várják a folytatást a nyíregyházi tekézők. Vereséggel zárta az évet a Marsónyíregyháza. Sitkő Ernő együttese az Albafehérvárt fogadta, és a vendégek 97-87-es győzelemmel távoztak a Vemiskola csarnokából. Már az edzők azt mondják, hogy minden vereség vereség, de talán vereség és vereség között is van különbség. Ez a mostani mérkőzés milyen volt? Persze mindenképpen van különbség, és úgy gondolom, hogy akik látták a találkozót, azok láthatták, hogy volt tartása a csapatunknak, és mindenki küzdött, és megpróbáltunk megtenni mindent a győzelemért. És úgy gondolom, hogy egy ötször nagyobb költségvetéssel működő csapat ellen mindenféleképpen szép teljesítményt nyújtottunk. De természetesen nem vagyok elégedett, hiszen nem nyertük meg ezt a találkozót, és volt esélyünk. A döntő szituációkban sajnos még mindig olyan helyzeteket választunk, olyan megoldásokat keresünk, amik nem alkalmasak rá. Tudom, hogy nem lehet mindig kontroll alatt tartani mindent, de amikor hosszabb játékokat játszottunk, amikor játszottunk a támadó idővel is egy picit, akkor mindig jó helyzetekben tudtuk befejezni a támadásokat, és jó eredménnyel, nagy részt kosárral. Ez azért fontos, mert felkészül ellenünk egy ellenfél, és ők például tudják, hogy jó csapat, és kicsit lenéznek be minket, jönnek el ide. Megnézik a játékainkat, és a játékaink első részét megtanulják. De a második részére már biztos, hogy nem tudnak koncentrálni, és ezért kell nekünk játszani velük. Minél hosszabb védekezésre kényszeríteni őket, ehhez türelem és alázat kell. Rövid lesz a szünet, mennyi pihenőt kapnak a játékosok? Természetesen rövid lesz. Itt a légiósok hazamennek, a karácsony utáni időszakban pedig 27-én este már szeretnénk elkezdeni dolgozni. A két ünnep közötti időszakban lesz időnk arra, hogy azokra a feladatokra koncentráljunk, amikre a bajnokság közben nem nagyon van idő, és utána ugye 28-29-30-án 2-2 edzéssel szeretnénk készülni, és az új évben pedig úgy gondolom, hogy 2-án már fölveszük újra a labdát, és 9-én lesz az első találkozunk, akkor a 100%-osan felkészülve kell lennünk. A forduló további eredményei: Szeged-Szombathely 105-96, Körmend-Szolnok 89-78, Kaposvár-Jászberény 95-80, Sopron-Mavsz 91-87, Kecskemét-Pécs 64-75 és Zalaegerszeg atomerőműese 83-69. A tabella élén az atomerőműese áll 9 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Körmendet és Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 3 győzelemmel és 9 vereséggel a 12. helyen várja a januári folytatást. Győzelemmel zárta az évet a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese 95-68-ra verte a Diógyőr második csapatát, és mindössze egy vereséget szenvedve a második helyen várja a januári folytatást. Szerintem egy igencsak jó esztendőt zártunk, tehát azért voltak csapataink, akik országos döntőig jutottak. Az NB1-es csapatunk végül is a nagy hajrában megszerezte az előző évben az 5. helyet, ami úgy gondolom, hogy ebben a mezőnyben az egy nagyon jó eredmény volt. A kisebbek azért csak sikerült annak megfelelően szerepelnünk, hogy elvártuk tőlük. Hát a Serdülő csapatunk in volt az országos döntőn, a kadett csapatunk regionális döntőt játszott, a gyerek csapatunk és a kenguru csapatunknak sajnos a rengeteg sok más városból érkező csapat miatt egy győzelme múlt, hogy nem jutottak ki. Én úgy gondolom, nem is minden esetben az a legfontosabb, hogy országos döntőre jutottak a gyerekek vagy sem, hanem az, hogy mennyire végeztek hasznos és értelmes munkát, mennyi gyerek kezdte el újra a kosárlabdát, és hány gyerek az, aki megmaradt ebben a sportágban. Hát úgy gondolom, hogy ezzel az előző évet, tehát a június nagyon szépen zártuk, és ugye a szeptemberünk az már azzal kezdődött, hogy egyre több iskolába próbáltunk népszerűsíteni a kosárlabdát, próbáltunk még több gyereket vonzani a nyíregyházi kosársulihoz, ami úgy gondolom, hogy sikerült is. Sikerült nagyon szépen megerősítenünk a gyerekcsapatunkat, az azzal, hogy más iskolából is bejöttek gyerekek, ugye eddig csak az Apáccal és az Ötvösre épült a kosárlabda, de már most ugye Nyíltelken is egy nagyon jó munka folyik a Kinyik Éva vezetésével, tehát onnan is 7-8 gyerek folyamatosan bent van, akik
akik játszanak a mérkőzéseken. Serdülő csapatunk nagyon szépen szerepel ebben az évben, ugyanúgy, ahogy a tini csapatunk is, a kadett csapatunk is. Én úgy gondolom, hogy ez mind meghatározza azt, hogy ugye az amatőr NB1-es csapatunk is ebből a tegyverességgel várja a következő fordulókat. A legkisebbektől a felnőttekkel bezárólag mennyien kosaraznak az Egyesület színeiben? Körülbelül egy 170-180 gyerek kosárlabdázik az Egyesületben. Ennek a megoszlása az nem minden esetben szerencsés, mert azért vannak olyan korosztályaink, ahol még a mai napig szükségünk lenne minél több gyereknek a jelentkezésére. Én azt gondolom, hogy a zserdődő csapatunk az egyedüli korosztály az, ahol kellő létszámú gyerekkel tudunk dolgozni, és innen lefele, tehát a 2002-es-3-as korosztályban azért igencsak hiányaink vannak. Tehát itt, aki úgy gondolja, hogy kosárlabdát szeretne, akkor az sok szeretettel várjuk. Hány edző foglalkozik a gyerekekkel? Az igazság, hogy per pillanat már 8-an dolgozunk ezekkel a gyerekekkel. Tehát ugye külön foglalkoznak, amit mondtam, nyírtelken külön foglalkozik a Kinyikéva. Az előkészítős csoportokban dolgozik ugye a Farkasinc Korsolya, a Pál Vivien és a Gömze Angéla, és ugye csak a Szent Imrébe külön dolgozik a Baraksó Éva néni, dolgozik velük, és akkor ugye ilyen erőléti edzősködés vagy a Farkasinszki Gábor személyében látjuk el. És ezen kívül még a Ferenci Tamás az, aki nagyon sok mértékben segíti a munkájukat, ők aki egyéni képzéseket tart, ő az, aki minden egyes olyan esetben, amikor esetleg a játékosaink azok nem tudnak, mint edzők szerepelni, akkor ezeket a feladatokat ő ellátja, és nagyon szívesen utazik a gyerekekkel, mert ugye minden gyereket ismer. Mennyi pihenőt kapnak a gyerekek? Az igazság, hogy ebben az évben úgy gondoltuk, hogy rájuk fel a pihenés, de nagyon sok olyan mérkőzésen vannak már túl, ami kicsikét igénybe vett őket, sőt holnap még Budapestre utazik az A és B csapatunk, a C csapatunk az itthon marad, hazai pályán játszik mérkőzést, és még a kenguruknak még vasárnap mérkőzése van, ami kicsikét nehéz, mert ugye ebben az időszakban már azért ezek a gyerekek azért elsősorban az ünnepi rendezvényekre készülnek, énekarokon vesznek részt, de ettől függetlenül megpróbálunk mindent megtenni, hogy ezen a rendezvényen részt vegyenek, és majd csak az NB1-es csapat január 2-ával kezd meg a serdülők, a többiek pedig csak január 4-ével kezdik el a munkát a következő bajnoki évre. Az évvég a mérlegkészítés ideje, te hogyan értékeled saját magad és a csapat szempontjából a 2015-ös esztendőt? Szerintem csapat szinten nagyon jól összetartottunk ebben az évben, egy nagyon jó társaság alakult ki, mind játékterén, mind pályán kívül, úgyhogy reméljük a következő fél év is hasonló sikerrel fog állni. Te mennyit fejlődtél, hogy érzed, mennyi léptél előre a játékban? Mindenképpen felfelé indult el úgymond a tudásom a pályán, mivel most már erőléti edzővel is edzünk, és egyéni képzéseink is vannak, szóval úgy gondolom, hogy sokkal többet fejlődtünk ebben az évben már. Neked nyáron volt egy válogatott tornád is, az átcsoportos Európa-bajnoksága vettél részt az utolsó válogatott, ahonnan ugyan búcsúzhatod, de mégis ez a legmagasabb szint. Az hogyan érted, milyen élményként maradt meg benned? Hát bár szomorú volt, amivel kiestünk, mégis azt mondom, hogy nagyon jó élmény volt. Tapasztaltam, hogy sokkal keményebb az a játék, mint a B-divízió, de nagyon jó tornán vettünk részt, szóval nagyon szuper, én élveztem minden percét. Azt köztudott, hogy már jó ideje keresnek élvonalbeli kluboktól. Meddig tervezed Nyíregyházán a jövőt, mit lehet tudni? Minden évben, illetve minden fél évben változik ez a döntésem. Most még ezt az évet ez biztos, hogy itt fogom tölteni. Aztán még az iskolától is függ, hogy hogyan tudnám esetleg folytatni ÁS csapat mellett. Még képlék egy nagyon dolog, nem tudok még erre válaszolni. Sikeres éve zárt a kisvárdai futballcsapat. Az együttes magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet az NB3-ban, majd újoncként a 6. helyen zárt az őszt az NB2-ben. A 2015-ös év az mindenképpen pozitívumként vonul be a kisvárdai labdarúgás történelemkönyvébe. Hát a 15-ös tavaszt egyértelműen sikernek könyvelhetjük el, mert nagyon kemény bajnokságot sikerült megnyerni, végig nemes ellenfélnek bizonyult a sorozatban a Putnok, és nagyon megnehezítette a dolgunkat, elsősorban mentálisan. Volt egy olyan pillanat a 8. forduló tájékán, amikor a Putnokon vereséget szenvedtünk, és megközelített minket egy pontra, utána utól is ért, és hát onnantól kezdve a játékosoknak minden mérkőzésen élethalál harcot kellett vívni. Kötelező volt, tudtuk a győzelem, mert a Putnok tét nélkül játszott, és mint az élet, ahogy be is bizonyította, sokkal könnyebb volt nekik úgy teljesíteni,
és már a következő szezonból ugye ezt a teljesítményt nem is tudták megismételni. A mi csapatunk tanúbizonságot tett arról, hogy egy ilyen nagy nyomás mellett is lehet eredményességet elvárni tőlük, és ezt meg is oldották. A másik nagyon fontos dolog volt, hogy egy olyan egység jött létre ez alatt az időszak alatt, ami nem negatívan hatott, hanem minden egyes mérkőzésen voltak olyan személyek, akik valami plusz tudtak hozzátenni a csapatjátékához, illetve nagyon fontos, még abban az időszakban itt szerepelt velünk a Mike, és ha a csapatnak nem ment, az ő megvillanásai rendre sikeresek voltak, és a végére már annyira belelendültünk, hogy egy olyan hurrá hangulat alakult ki, ami a bajnokság megnyerésekor a Hajdúböszörmény csapat ellen teljes mértékben kicsúcsosodott, hogy a közönség, a város vezetés, azt gondolom az edzők, a játékosok olyan közös hangot ütöttek meg, ami példaértékű a magyar futballban. Ezt követően ugye az NB2-ben lépve teljesen más célok érthetően, azért egy csoportos NB2, ráadásul az NB1-nek a létszáma lecsökkent 16-ról 12-re, és azt mondhatjuk, hogy több mint 100 játékos szorult ki arról a piacról is jött le az NB2-be, amely már az elmúlt években is folyamatosan erősödött, most pedig lényeges változáson ment keresztül ezeknek a játékosnak a leáramlása miatt, és tudtuk, hogy nagyon nehéz feladat elé nézünk, ezért egy óvatos tervet vázoltunk föl, egyértelműen a legfontosabb, mert stadion épülése miatt, hogy stabil NB2-es csapatot tudjon kialakítani helyben, és évekig ott lehessünk, és abban a szép stadionban, ami elkészül, nagyon jó rangadókat, meccseket tudjunk játszani, és szórakoztathassuk a helyieket, illetve a kilátogatókat. Ezért annak ismeretében igazoltunk, megvolt a büdzsénk, tudtuk, hogy milyen források állnak rendelkezésünkre ennek ismeretében. Most már nem azt az elvet fogalmaztuk meg, mint a korábbi NB3-as bajnoki címünkör, hogy szolidaritásból mindenkinek lehetőséget adunk, hanem kifejezetten szakmai szempontokat vettünk figyelembe, és aki úgy gondoltuk, hogy nem üti meg az NB2-t, attól megváltunk. Akire számítottunk, természetesen jobb feltételekkel szerződést kínáltunk nekik. Nagyon örömteli, hogy mindenki szeretett volna maradni, hát az mutatja azért a Kisvárdának az erejét, és ezen kívül az országban már másfajta híre, neve, image volt a Kisvárdának, mint a korábbi évek során. Lényegesen előnyösebb, és azt mondhatom, hogy könnyebben tudtunk játékosokat ide hívni. A korábbi szezon tapasztalatai azok voltak, hogy az ország távoli részére nem igazán szerettek volna eljönni a játékosok. Ez egyértelműen megváltozott, köszönhető annak, hogy lényegesen kevesebb csapat szerepel már a profiligában, másrészt pedig a Kisvárdáról az utóbbi években olyan hírek terjengtek, hogy itt minden rendben van, minden hónapban tökéletesen időben ki vannak fizetve a játékosok, és nem jellemzik a csapatot zűrök. Ennek a pozitív hatásait élveztük az átigazoláskor. Rengeteg játékost hoztunk, akikről tudtuk, hogy mire képesek. Nagyon sok játékost hoztunk próbajátékra. Őket a szezon során, a felkészülés során teszteltük, kiválasztottuk, majd aki megfelelő volt, természetesen leigazoltunk. Én úgy érzem, hogy nagyon jó sikerült az NB2-es szezon, még akkor is, hogyha az elején voltak buktatók, amikor kerestük a csapatot, próbáltunk megfelelni a szabályoknak. Én összességében ezt az évet nagyon parádésnak ítélem meg. Nem tudom, hogy lehet-e még ezt überelni. Természetesen, ahogy az infrastruktúrális fejlesztések előre haladnak, még inkább élvezet lesz a kisvárdai csapatban futballozni, és egy olyan élményt fogunk tudni bizony benne a következő szezonban adni a kilátogatóknak, ami emlékezetükben sokáig meg fog maradni, hétről hétre, és szeretnénk a következő szezonban még egy erősebb, ütőképesebb csapatot kialakítani. Én nagyon remélem, hogy a lehetőségeink még jobbak lesznek, és akkor ezt meg is fogjuk tudni oldani. A nyáron visszaléptél egyet, a szakmai munkát egy picit, nem is azt mondom, háttérbe helyezted, de vezetőedzővel lett megerősítve a csapat, pedig szakmai igazgatóként a háttérben tevékenykedik. Mennyibe jött be ez a váltás? Én úgy érzem, hogy maximálisan igazolta az elképzelésünket. Az én feladatom több rétegű, mint ami volt a korábbiak. Egyértelműen mondhatjuk azért a megnövekedett létszám miatt az utánpótlásunk több mint 100 fővel gyarapodott, igazolt játékosokról beszélek, és vannak a koordinálása, nem is az edzések, hanem inkább a operatív feladatoknak a
illetve a stratégiának a kiválasztása jelentett itt akadályt vagy problémát, és hát olyan edzőket kellett már most a csapathoz hozni, akik hosszú távon is itt képzelik el a pályafutásokat. Folyamatos képzések, egyeztetések után én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Zárójelbe teszem, hogy következő szezonban azért egy akadémiát is tervezünk létrehozni. Ezért, illetve azért, hogy a labdarúgó klub, a felnőtt csapat sokkal nagyobb adminisztratív terhekkel járt, és ennek a háttérnek a megteremtése most jelenleg ebben az időszakban sokkal fontosabb volt, mint a napi tevékenység elvégzése, és egy olyan edzőre volt szükség, aki azt az elvet, illetve stílust, amit én képviseltem, illetve képviselt a korábbi a során a Kisvárda, magáénak érezze, és tudja továbbvinni. Úgy érzem, hogy azok az elvárások, amit én támasztottam feléjük, azt ők maximálisan ellátták. Nem véletlenül említettem, hogy beszéltünk már róla korábban, hogy 29 gólt szerzett a csapat az NB2-ben azért a legtöbbet magasan. Nyilván az NB3-ban is a legtöbbet mi szereztük, de azt az NB2-ben megtartani azért nem olyan egyszerű. És hát ez mindent elmond magáról, hogy bizony néha még az eredményesség rovását is megkockáztatva, vagy arra rámenve, fővállaltuk a támadójátékot, ez bizony néhány esetben azért a védelemnek alazulásával járt, és több gólt is szerezett az ellenfél ellentámadásokból. Hogyha az ártabban védekeztünk volna, nyilván ezeket elkerüljük, viszont akkor nincsenek ezek a magas rugott gólok. Én azt gondolom, hogy összességében a tervünk, elképzelésünk maximálisan beigazolódott, és hát a következő szezonban is hasonlóan fogunk majd tovább lépni. 12 érmet szereztek az NVSC Big Boxing versenyzői az országos bajnokságokon. A fiúk egy arany és egy ezüst, a lányok pedig 3 ezüst és 7 bronzéremmel járultak hozzá az éremterméshez. Őszintén mondva volt már sokkal jobb évünk is, de úgy gondolom, hogy ez így van rendjén, mert nem lehet folyamatosan egyenletesen jó teljesítményt hozni, mert korosztályváltások vannak, illetve nagy a lemorzsolódás, új gyerekek jönnek, kezdőket kell újra felépíteni, tehát ez most talán egy kicsit gyengébb év volt. Sorotól lévén szó, ugye mérhetőek az eredmények a másokkal, hanem hazai és nemzetközi versenyekkel. Nézzük először a hazai bajnokságokat. Milyen eredményekre lehetnek büszkék a NVSC Big Boxing versenyzői? Hoztunk lényegében a bajnokságokról minden színű éremből. A legeredményesebb a Kovács Ricsi volt, aki megnyerte az ifjúsági bajnokságot 60 kg-ban. Európa bajnokság, közvetlenül utána Európa bajnokság volt, ahol 2 nyert meccsel 5. helyezést ért el. Elég csúnyán elmeszelték, mondhatom így, a későbbi bajnoktól kapott ki lényegében, de szerintem igazságtalan, de nem csak szerintem. Illetve volt még egy ifi ezüstérmünk, a Moldoványi Bence, a lányok pedig 10 érmet hoztak, tehát talán felsorolni sem tudnám most így hirtelen fejből. A felnőttek között kiemelném a Korcsmáros Mercit, aki 2 nyert meccsel lett ezüstérmes. A Nagy Kittit szintén elmeszelték, a Kovács Klára megint csak áldozata lett a bírói tévedésnek, nevezzük tévedésnek. Serdülő lányok nagyon jól teljesítettek, elhoztuk a csapat elsőbséget is a serdülő lányokkal, illetve junior ifiben is hoztunk ezüst, meg bronzérmeket is. Tehát összességében azért ez nem rossz teljesítmény, csak a lányoktól hiányolom az aranyérmet, de ez nem az ő hibájuk. Felnőtt versenyző neve nem hangzott, mi azok annak, hogy a felnőttek között nem tudtadok indítani bunyóst? Hát egy nagyon-nagyon fontos oka van, nem tudunk felnőtt versenyzőket megtartani. Felnőtt versenyzőknek már fizetést kell biztosítani, a megélhetésüket, arra mi nem vagyunk képesek, tehát a gazdasági helyzetünk nem engedi meg. Ilyen egyszerű, ugye, aki volt 2 éve felnőtt magyar bajnokunk, Szilvai László, pont anyagi okok miatt utazott és feligazolt Budapestre. Egyébként az ökölvívás milyen helyet foglal el anyagi megbecsültségében, elismertségében a magyar sportpalettán? Hát ezt én nem tudom megmondani. Ezt úgy gondolom, hogy ilyen minisztériumi statisztikákból lehet megnézni. Az ökölvívás benne van a 13 egyéni kiemelt sportákban, de ezt mi nem érezzük, mivel a szakszövetség kapja meg a támogatásokat, szétosszák akadémiai szinten, régió szinten. Mi, mint idézőjelben egy kisebb klub, morzsákat kapunk, azt is csak pályázat útján. Mivel tudjátok ide csábítani a gyerekeket, mivel tudjátok biztosítani az utánpótlást?
Hát szerencsére a gyerekek jönnek elég nagy létszámmal. Az egy másik kérdés, hogy nagyon kevés az, aki versenyezni is szeretne. Ez az egyik legnagyobb probléma. Hirdetünk, tehát a Facebook oldalunkat folyamatosan frissítjük, ahol elég csábító a gyerekeknek, illetve szerencsére van egy profi vonalunk, ami talán a legnagyobb csábítás a gyerekeknek. Elsőnk szólt akkor a profi vonalról is. Ugye Nagy Lajos Márk az egyik verseny, aki megszerezte a magyar bajnoki címet. Ő milyen évezett, hiszen meglehetősen kevés mindez a két meccse volt. Hát igen, ő neki évelején egy sérülés közbe jött, így nagyon-nagyon visszavetett rajta. Aztán végén sikerült nyélbe ütni azt az elmaradt magyar bajnoki címmeccset, amit nagyon nagy küzdelemben de megnyert. Itt is kijött már az, hogy egész fél évig nem tudott edzeni. Hogyan tovább, ezt nem tudom, egyelőre még alapozási időszak erősítésen van. Az is lehet, hogy most egy jó darabig nem fog meccselni Márk. A másik eredményes versenyzőnk a Kovács Zoli. Ő neki nagyon jó év van a háta mögött, hiszen megverte a WBO Európa-bajnokát, a Marco McCallugot, az írsrácot, kiütött az első menetbe. Ezáltal felkerült a WBO 15-ös ranglistájára. Márk mellett ketten is vannak a csapatunkból, akik rangsorolva vannak az egyik legnagyobb világszervezet ranglistáján. Tekintsünk egy picit előre, hamarosan új év, új remények. Mire számítasz, mire lennél elégedett egy év múlva ilyenkor? Hát én azzal is elégedett leszek, ha nem lesz rosszabb az évünk. Tehát, mint ahogy mondtam, ez hullámzik, egyszer lehet nagyon jót teljesíteni. Azt olyat még nem láttam egy klubnál sem, hogy folyamatosan kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani. Ha hasonló, illetve egy kicsivel jobb lesz, akkor én elégedett leszek. Egy felhozó, vagy inkább edzőmeccs mellett egy komoly profi meccsed volt ebben az évben, azon viszont megszerezted a magyar profi bajnoki címet. Ennek tükrében hogyan értékel lesz az évedet? A térdemmel voltam sérült, és emiatt nem igazán tudtam futni, és igazából csak erősíteni tudtam. És szeptemberben már sikerült összehozni a címmérkőzést, ami már igazából elmaradt kétszer. Egyszer az ellenfél hibájából, úgymond, utána pedig ugye az én sérülésem miatt. Igazából magyar bajnokként tudom zárni az évet, úgyhogy szerintem ez a legfőbb dolog. A sérülés ellenére azért nem hiányoztál az edzőteremből, hiszen egy ilyen foglalkozol a gyerekekkel. Mennyire élvezed ezt a munkát? Nagyon élvezem, nagyon aranyosak a srácok, és nagyon látszik rajtuk, hogy szeretik a bunyót, és szeretik csinálni. Eredményekben még nem igazán jött ki a munkának a gyümölcse sajnos, mert utánpótlásban nem tudtunk érmeket szerezni, csak ötödik helyel tudtuk zárni az idei országos bajnokságot, illetve az év elején volt diákolimpia. Eredményes évet zártak a nyíregyházi tekézők. A csapat magabiztosan maradt bent az előző szezonban a Szuperligában, jelenleg pedig a 9. helyen várják a folytatás fintáig. Az évelei teljesítményünk, az előző szezonnak a tavaszi szezonja mindenképpen nagyon kellemes meglepetés volt számunkra, és ahogy a fél év végére értünk a rájátszások tekintetében, illetve az áthúzódott tavaszi fordulókra tekintve, büszkén mondhatjuk el, hogy a Nyíregyházi Teke klub abszolút veretlenül zárta azt a fél évet, és annak is volt köszönhető, hogy a tabellán a 7. helyen zárhattunk, és azt lehet mondani, hogy biztosak tudjuk mondani, hogy megérdemelten sikerült azt a helyezést elérnünk, bármint tudjuk, hogy az őszi szezonban volt egy-két olyan mérkőzés, ami nem várt vereséggel záródott, és ennek volt köszönhető, hogy az alsóházba szorult a csapat. Hozzáteszem, hogy az alapszakaszba egy rivális elleni győzelmünk meg lett volna, akkor a közép mezőnybe végezhettünk volna, de semmiféleképpen nem volt kiesési gondunk, már a rájátszás elejétől kezdve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg nyugodtan tudtuk a tavaszi szezont végigjátszani, és helye közel jöttek a nagyszerű teljesítmények, úgy hazai pályán, mint idegenben, és amit mondtam, a legfontosabb az volt, hogy egyáltalán nem szenvedtünk vereséget a tavasz szezonban. És ráadásul volt a csapatnak egy már-már történelminek mondható mérkőzés a Ferencváros otthonában, minden mutatóban egyenlően zárt a két csapat.
Igen, ez az alapszakaszban történt, a Ferencváros otthonában 4-4-es döntetlent játszottunk, olyannyira, hogy a csapatfa is megegyezett, még a belső szettek is, és ez borzasztó nehéz kivitelezni játék közben, úgyhogy ez tényleg csak ilyen adkot jellegű volt, és adta magát, és emlékszem még rá egy hétre úgy adódott, hogy a rájátszást pont a Ferencváros otthonában kellett kezdenünk, és akkor emlékszem, hogy a médiában is pedzegettük, hogy mi lenne, ha szintén ez is döntetlen lenne, egy kicsit viccelődtünk vele, én emlékszem, és sorsfintora volt az, hogy megint csak döntetlenre záródott az a mérkőzés, ami azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig bravúr pontot szerezni, és mindenképpen akkor is elégedetten távozhattunk, és azt lehet mondani, még nagyon hosszú évekig fogjuk emlegetni ezt az abszolút mindenbe egyenlő, pont egyenlőségű 4-4-es döntetlenünket. A 2015-2016-os szezonnak gyakorlatilag változatlan játékos kerettel és egy megevelt létszámú szuperligában vágott neki a csapat. Hogyan sikerült az ősz? Hát mint tudtuk jó, hogy az őszi sorsolásunk az borzasztó nehéz volt. Végül is minden közvetlen riválisunkat, akit már ismertünk, hogy helyek közel hasonló játékerőt képviselhetünk, azt mindenhova nekünk kellett utazni, és hozzáteszem, hogy a nagyágyú csapatokat, mint a Szeged, Zalaegerszeg, Répcelak, illetve a jócskán megerősödött Győrt is többnyire hazai pályán, vagy pedig idegenbe kellett elutaznunk olyan meccsekre, ahol abszolút esélytelenek voltunk, így nagyon nehéz mérkőzések váltak ránk. A hazai mérkőzések során úgy gondolom, hogy az első hazai mérkőzésünk, ami tavaly a Kaposvár ellen nem sikerült, és a sorsfintoraként most is a Kaposvárt fogadtuk első hazai mérkőzésünket, és szintén nem sikerült, úgyhogy azt lehet mondani, hogy megint egy rossz kezdést produkáltunk itt hazai pályán. Még hazai pályán hozzáteszem, hogy a szolnoki vereség volt egy kicsit nem várt vereségünk, de az a szolnoki csapat azon a napon abszolút jobb volt nálunk, úgyhogy az megérdemelt siker volt számukra, és hozzáteszem, hogy az első hazai győzelmünk már az őszi szezon vége fele a Ferencváros ellen sikerült, akkor jött össze, ami viszont egy nem vált győzelem volt, ugyanis a Ferencváros két világbajnokot igazolt a nyáron, jócskán megerősítette a keretét, és hogyha a mérkőzést, aki kint volt és látta, és végigizgulta, az a 16 fás győzelmünk, az abszolút nüansznyokon múlott, hogy sikerült behúznunk, az az 5-3-as győzelem viszont mindenképpen majdhogy nem egy 4 pontos mérkőzésnek felelt meg számunkra, és azzal tudtuk felettetni a Kaposvár elleni első hazai fellépésünkkel való vereségünket. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy hazai pályán, amit tudtunk, azt kihoztunk a csapatból. Idegenben én úgy gondolom, hogy rögtön a BKV előre otthonában sikerült győzelmünk, megpecsételte már majdnem, hogy a BKV sorsát is, illetve magunknak egy biztos bemaradási reményt sugalt már rögtön az első fordulóba, úgyhogy az egy nagyon fontos győzelmünk volt. Még a Pét otthonában egy végig kiélezett, utolsó dobásokig kiélezett párhazban maradtunk alul. Korábbi évben mindig néhány fákkal nyertünk ott, most fordult a kocka, tehát az is egy nagyon izgalmas mérkőzési vereség volt, és hogyha hozzáteszem azt, hogy az utolsó fordulóban itt az ősz folyamán a Budapest erőműnél is szintén győzelemmel zárhattunk volna, ami egy felgeteges hangulatú mérkőzésen sajnos nem sikerült, akkor már jócskán a tabella felső harmadába szinte ott posztolhatna a csapat a közvetlen nagyágyuk utáni posztokon, de ne legyünk elégedetlenek, én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez a megszerzett 6 pont, amiből ráadásul 2 idegenben volt, az mindenképpen megnyugtató dolog, és hogyha hozzáteszem, hogy idegenben a Vasasszony otthonában nagyon sok csapat elvérzett, a középcsapatok közül is, akkor mindenképpen az ott megszerzett idegenbeli győzelemnek még azt lehet mondani, nagy értéke lesz a végelszámolásnál számunkra. Mikor folytatódik a bajnokság? A bajnokság azt lehet mondani, most egész korán el fog kezdődni. Január 2. hétvégéjén már indul a szezon, úgyhogy mindenképpen kevés időnk áll majd rendelkezésre a pihenésre, és most először ebbe a szezonba úgy döntött a csapatvezetés, hogy nem lesz leállás a két ünnep között, úgyhogy a két ünnep között is edzésen fog majd telni, mert mindenképpen a korai kezdésre fel kell készülnünk, és hozzáteszem, hogy rögtön a BKV előre csapatát fogadjuk hazai pályán, ami egy közvetlen riválisnak nevezhető BKV, még akkor is, hogyha jelenleg a
a tabella legutolsó helyén álló csapatról beszélünk, de bízunk benne, hogy rögtön fel tudunk pörögni január legelső mérkőzésére, győzelemmel tudunk kezdeni, és akkor onnantól kezdve már meglátjuk, hogy egy Kaposvárra ellátogatva mit tudunk produkálni, de úgy gondolom, hogy mindenképpen az első hazai mérkőzésünk már majd, hogy nem bemaradást jelentő győzelem is lehet akár, függetlenül attól, hogy még nagyon sok mérkőzés vár majd ránk a tavasz során. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!